Ez az Aktuális, a Szolnok Televízió hírműsora július 29-én szerdán élőben. Köszöntöm nézőinket! Csaknem 40 napi rendi pontot tárgyalt ma Szolnok megyei jogú városközgyűlése. A testület ülésén kiemelt helyen szerepelt a csapadékvíz okozta károk rendezése, illetve a járvány miatt kiesett források pótlása. Ez utóbbi kapcsán még az idén visszatérítendő likviditási hitelfelvétele mellett döntöttek a képviselők. A részletek előtt a továbbiak először röviden. Ügyintézés helyben, Jász-Nagykun Szolnok megyében is házhoz. Egész pontosan a településekig megy a kormányablakbusz. Lengyelországból érkezett a Spitfire, hamarosan a nagy ellenféllel néz majd farkas szemet a reptárban. Magyarok kenyere. Volt, aki gépkocsival, de olyan is, aki lovas kocsival hozta az adománynak szánt búzát. Óvodák és játszóterek felújításáról, a júniusi eső miatt kialakult Viszmajor helyzet megoldásáról, a Véső úti fürdőhöz kapcsolódó plusz beszerzésekről és elektromos töltőpontok kialakításáról is szavaztak a délelőtti rendkívüli közgyűlésen. A COVID-19 több mint 2 milliárd forint hiányt okozott Szolnoknak, ehhez a város idei költségvetését is módosítani kell. A képviselők a helyzet kezelésére 700 millió forint folyószámla hitelt szavaztak meg a városnak. Mi lesz a júniusi özönvízszerű esőzés miatt bajba került családokkal? Hangzott el napirend előtti kérdésként a rendkívüli közgyűlésen. Dr. Póta Sándor a Mező utca környéki intézkedések felül érdeklődött. Magyar Név Bede Marianna Vécsien műszaki igazgatója elmondta, szivattyút telepítettek az utcába, melyet gond esetén azonnal be tudnak indítani. A polgármester úr és a csapata az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé elküldte azt a fejlesztési igényekkel kirészletezett megkeresést, mely egy 15 milliárd forintos fejlesztést tartalmaz, és mely nem csak a víziközműrendszer fejlesztését, hanem elsősorban ezeknek a öblözeteknek a csapadékvízmentesítését is szolgálja. Kárenyhítésre eddig 57 kérelem érkezett a városhoz. 14 esetben a minősítés megtörtént, 30 és 150 ezer forint közötti összeget tudtunk adni az igénylőknek. Eddig ez a 1,5 millió forint körüli összeg, és persze megyünk tovább, hogy kinek és hogyan lehet még elismerni a kárát. A COVID-19 2,4 milliárd forintnyi hiányt okozott Szolnoknak. Az erről készült napirend részletezi a bevételkiesést, a védekezésre fordított összegeket és az önkormányzati feladatok átütemezését. Az anyag harmadik része pedig egy folyószámlahitel igénybevételére tesz javaslatot és kér hozzájárulást a közgyűléstől. Egy 700 millió forint keretösszeg erejéig, részben a likviditási problémák, részben pedig a beruházásoknak az áfa finanszírozására irányul. A költségvetés 500 millió forint hitelfelvétellel számol, melyet december 31-ig vissza is kell fizetni. Gulyás Gergely miniszter június elején 200 milliárdos hitelkeretet ígért a bajba jutott önkormányzatoknak, mondta Galló György Péter. 700 millió forint, ez az OTP bank NRT-vel kerülne megkötésre, tehát hogy ez nem a kormányzati segítség lenne, amiben legalább ebbe tudna segíteni a városnak, hogy egy kedvezményes hitelt tudjunk fölvenni. Ez a hitelkeret, meg az a hitelkeret, amiről ön beszél, az teljesen más. Az a hitel elsősorban fejlesztési típusú feladatokat fog szolgálni a jövőben. Az Alcsi Holtiszáért közalapítvány kuratóriumi elnöke a Holtisza vízminőségéről is tájékoztatta a képviselőket. Mint mondta, a minőség jó, de sajnos a kék alga is megjelent. Mindez nem jelent veszélyt a tartalék ivóvízbázisra. A felszíni vízmű 10 éve már beszerzett egy amerikai gyártmányú mikrodobszűrőt. Az algák nagy mennyiségét is ki tudja szűrni. Az Árkádoknál található ifjúsági ház bekerül az Abanovák Agóra működésébe. Az előtte található teret újra burkolják. 5 játszótér szépül meg egy éven belül, és 940 millió forint összértékben 3 óvodát is felújíthat a város. További fejlesztésekre pályázatot nyújthat be a Damjanich János Múzeum, és újabb területeket nyilvánítottak a képviselők kiemelt fejlesztési területté. A Szolnoki Sportcentrum,
a Vési úti atlétikai centrum és strandfürdő, valamint a Holtisz a sportközpont beruházására 85 millió forintot kapott. A strandfürdő esetében jó néhány olyan plusz beszerzést kell még eszközölnünk, mint például vegyszerszivattyúk, az öltözőszekrényeknek az érintőgombos modern felszerelése, a sátor építéshez szükséges kompresszorok beszerzése, úszókötelek, belső tartozékokat, ezeket mindent most nekünk kell beszereznünk. Ha csak addig más kormányzati rendelkezés nem születik, elmaradnak a kiemelt szolnoki rendezvények. Az augusztus 20-ai ünnepség, a Gulyás Fesztivál és a Tiszai Halnapja is, jelentette be Szalai Ferenc polgármester. Nem véletlenül dolgoztak a képviselők maszkban a mai közgyűlésen, kezdte tájékoztatóját Rusvai Károly. A kereszténydemokrata városi frakcióvezető óvatosságot és körültekintést kér a szolnokiaktól a járvány megelőzése érdekében. A Fidesz és a KDNP frakciók közös tájékoztatóján szó volt a Szolnokra érkezett több milliárd forintos központi támogatásról, gazdaságfejlesztési elképzelésekről és a városi középiskolai ösztöndíj megemeléséről is. Több milliárd forint állami támogatás érkezett Szolnokra, amelynek jelentős része, nevezetesen 940 millió forint két óvoda, a Kolozsvári úti és a Szandaszőlősi Eszterlánc felújítására, valamint a kertvárosi óvoda teljes újjáépítésére szolgál. Mindenképpen a szakemberek véleményére vagyunk kíváncsiak, hogy ez az óvoda hol épüljön föl. Figyelembe kell venni azt, hogy a vízpart körúton nagyon sok család költözött, a vízpart körút és környékére, tehát a Holtisz a másik oldalára, és meg kell nézni, hogy hol található egy olyan ideális helyszín, ahol egy 21. századnak megfelelő, korszerű, minden szabályt kielégítő modern óvodát lehet fölépíteni. Játszóterek felújítására 180 millió, a színház felújítása során felszínre került rejtett hibák elhárítására és a munkálatok befejezésére 1 milliárd 300 millió forint többlet támogatás érkezett, tette hozzá a képviselő. A közgyűlés gazdasági témákat is tárgyalt, egyebek mellett a lehetséges ipari övezetekről is szó volt az ülésen. Köztudott, hogy a Piroskai úti ipari terület betelt, ezért a város új ipari övezeteket akar létrehozni. A kérdés, hogy hol? Ma a Besenyszög határában lévő 54 hektár esetleges ipari hasznosítását tárgyalta a testület. Némi vita kialakult a közgyűlésben ennél a témánál, de aztán azt látjuk, hogy sikerült meggyőzni mindenkit. Mindenki belátja, hogy Szolnok város középtávú, illetve hosszú távú fejlődésének érdekében ezt a területet, ezt a keleti területet is az elkövetkezendő időszakban meg kell, hogy nyissuk. A végső döntést a Besenyszög határában esetlegesen létesülő ipari területről csak hatástanulmányok ismeretében hozhatja meg a közgyűlés, mondta Tasnádi Zoltán. A Fidesz frakció vezetője beszámolt arról is, hogy a testület megduplázta, 50 ezerről tanévenként 100 ezer forintra emelte a városi középiskolai ösztöndíj összegét, és szigorított a követelményeken is. Már csak 4-es vagy annál magasabb átlagosztályzattal lehet kérni a városi tanulmányi támogatást. Sikerként könyvelik el a szolnoki többség képviselői, hogy a zaj rendeletre vonatkozó előterjesztés nem került ma közgyűlés elé. Tárgyaltak viszont arról az új ipari parkról, melyet Szolnok és Besenyszög között egy magántulajdonban lévő telken alakítanak ki a város. Ezt a javaslatot több szempontból is aggályosnak tartja a frakció. Füvet nyírni és apróbb ház körüli munkákat is tilos lett volna elvégezni a város területén szombat délután és vasárnap egész nap, ha a közgyűlés elfogadta volna a zajrendeletet. Az erre vonatkozó javaslat azonban az utolsó pillanatban lekerült a mai ülés napirendjéről. A szolnoki többség képviselői már a bizottsági szakaszban sem támogatták ezt az előterjesztést, mivel szerintük egy ilyen rendelet semmiképpen nem szolgálta volna a város lakosságának érdekét, és az előkészítésre szánt 5 millió forintot is sokalták. Ebben a helyzetben, amikor a koronavírus azért igen komoly gazdasági hatásokat gyakorol, mind az országra, mind a városra, mind a globális gazdaságra, valamint a magyar kormány egy igen erőteljes megvonással sújtotta a magyar településeket, így sajnos városunkat is, 5 millió forintot egy ilyen rendelet előkészítésére
átcsoportosítani és elkölteni véleményünk szerint teljesen indokolatlan. A frakció tagjai aggályosnak tartják azt a tervet is, mely szerint egy újabb ipari parkot tervez kialakítani a város, miközben véleményük szerint a meglévők sincsenek eléggé kihasználva. További félelmük, hogy a leendő ipari park besenyszöggel közös működtetése anyagi károkat okozhat a városnak. A legfőbb aggályunk ezzel kapcsolatosan az, hogy abban az esetben, hogyha a másik település alacsonyabb iparűzési adót vezetne be, mint Szolnok, akkor az ott lévő cégek vajon hova jelentkeznének be, és hova fizetnének iparűzési adót, és félünk attól, hogy a város elesne így forrásoktól. A polgármesteri előterjesztést azért fogadták el ma, mert az egyelőre csak a terv hatásvizsgálatáról szólt. Ennek tükrében döntenek majd arról, támogatják-e végül az indítványt. A szolnoki többség üdvözölte a közgyűlés mai ülésének azon döntéseit, amelyek az alapítványok és civil szervezetek támogatására, illetve az óvoda felújításokra vonatkoztak. A pillanatnyi működési helyzetről és a fejlesztési lehetőségekről is tájékozódik országjáró körútján a miniszterelnökség kormány ablakokért felelős miniszteri biztosa. Jásznakun Szolnok megyében is van még előrelépési lehetőség, ősztől a kis településekre is berobog a hivatal a szószoros értelmében. Az államigazgatás szolgáltatásai legyenek elérhető közelségben mindenki számára, függetlenül attól, hogy hol lakik. Ez a vezérelve az országban 10 megyében működő kormányablak busz szolgáltatásnak is. A kormányablak busz lényege, hogy bárhova el tud jutni, és így Szolnok megyében, Jász-Nagykun Szolnok megyében is a különböző településeken meg fog tudni jelenni ez a busz, így azok a idősebb ügyfél, akinek egy kicsit problémásabb mondjuk bejönni Szolnokra, vagy elmenni valamelyik kormányablakba, idén ősztől igénybe fogja tudni venni ezt a szolgáltatást. Megyei szinten a kormányablak buszok jelentősen növelik majd az államigazgatási szolgáltatások színvonalát és hozzáférhetőségét. Megyén település szerkezete abszolút indokolja, hogy azokon a kisebb településeken, ahol esetleg a tömegközlekedés okán nehezebb megközelíteni egy nagyobb várost, vagy a megye, vagy a járásközpontot, így lehetőség nyílik majd ugyanolyan jellegű szolgáltatások igénybevételére, mint egy zárt típusú kormányablakban. A szeptembertől üzembe álló kormányablakbuszoknak hamarosan menetrendjük is lesz. Így az érintett települések lakói előre tudni fogják, mikor tudnak helyben ügyet intézni. És akár személyi okmányaikat is kicserélhetik a buszokon. Idén ugyanis több mint 800 ezer személyi igazolvány érvényessége jár le, vagy járt le a járványhelyzet ideje alatt. Ezek érvényességét éppen a helyzetre való tekintettel december 15-ig meghosszabbították. Amit én szeretnék kérni minden egyes kedves ügyféltől, hogy lehetőség szerint ne várja meg a végső határidőt, hanem a december 15-ig tartó időszakban lehetőleg ügyfél időpontot foglalva keresse fel valamely Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányablakot, ahol az ügyét el fogjuk tudni intézni. A személyi okmányokat is viszonylag rövid idő alatt kiállítják a kormányablakok. Hosszú várakozásra sehol sem kell számítani. Akinek azonban a rövid várakozás is hosszú, kérhet időpontot, és akkor biztosan nem kell várnia. Akár a lejáró személyi igazolványát is újra cseréltetheti. A járványhelyzet miatt kevesebb fellépővel ugyan, de sikerült megtartani az elhunyt szolnoki zenészek tiszteletére rendezett emlékkoncertet a hétvégén. A 10 évre egyszeri alkalomnak indult esemény szervezésébe idén a víruson kívül az időjárás is beleszólt. Beszámolunk a híradó végén, most a folytatásról röviden. Lengyelországból érkezett a Spitfire hamarosan, a nagy ellenfélel néz majd farkasszemet a reptárban. Magyarok kenyere volt, aki gépkocsival, de olyan is, aki lovaskocsival hozta az adománynak szánt búzát. Eső áztatta aratás zajlott idén az egész Kárpát-medencében, így a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése párhuzamosan még tartó betakarítással. A Baranya megyei gazdák kezdeményezésére 10 évvel ezelőtt kezdődött jótékonysági program már a határon túli területeken is zajlik. Az évente összegyűjtött búzából őrölt lisztet minden évben rászoruló magyar családok, őket támogató szervezetek, egyesületek kapják. A megyei akcióközponti rendezvénye idén Törökszent Miklóson volt.
Van, aki így hozza. Fontosnak tartjuk, egyrészt gyerekek felé is ez egy köztudott dolog, hogy minden évben adakozik az iskola, és lényeges, hogy ezek az adományok olyan helyre kerülnek, hogy segítséget tudunk nyújtani rászoruló embereknek. Van, aki pedig így hozza. Szeretjük az állatokat, a lovakat meg különösen. Ez meg egy lehetőség volt most, hogy itt ezen a ünnepi alkalommal ilyen módon adjuk át, ha már helyiek vagyunk, akkor ide tudunk jönni így is. Az ünnepi alkalom pedig a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program megyei tájékoztatója a Szent Miklósi Gabona Kft. Telephelyén. 10 évvel ezelőtt gazdák kezdeményezésére indult a program, ami azóta már a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara égisze alatt a Kárpát-medence magyarok lakta területein zajlik. Ez számunkra egy olyan nemzetegyesítő program, ahol mi adunk, nem kértünk, nem kérünk. Mi adunk, gazdák, polgárok, és így tudjuk egymás segíteni. A Magyarok Kenyere programban összegyűjtött búza, vagyis az abból őrölt liszt rászorulókhoz jut határon innen és túl. Azért fontos ez valamennyiünk számára, hiszen a megyében minden városban tartunk egy ilyen rendezvényt következő éveket tekintve is, azért, hogy ne csak ráébredjünk, hanem értékeljük ezeket a tényezőket, ezeket az értékrendeket, magyarra fordítva, hogy a nemzeti tudatunk erősödjön, fejlődjön, és valamennyiünk számára hosszú távon egy igazi komoly jövőképet alkosson. Az eltelt egy évtizedben a programba egyre több gazda kapcsolódott be. Jász-Nagykun-Szolnok megye az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez, és a kezdetektől zászlóvivője annak. Tavaly a megyei gazdák 137 tonna búzát, vagyis a teljes összegyűjtött mennyiség valamivel kevesebb, mint ötödét adták a programba. A héten még gyűjtik a búza adományokat, pénteken pedig a szarvasi országos ünnepségen összeöntik mindet, és így kerül az idei magyarok búzája a malomkerekek alá. A lisztből pedig augusztus 20-án sül ki az első kenyér. Két ellenfél most először egy helyen. Ma délelőtt gördült be a Szolnoki Repülőmúzeum új kiállítási darabja. A brit vadászgép Lengyelországból érkezett, akár csak német vetétársa. A múzeum ügyvezető igazgatója elmondta, sajnos mindkét repülő csak ideiglenesen tekinthető meg a reptárban, ugyanis ősz elején már vissza is szállítják őket Krakkóba. Különleges szállítmánnyal gördült be ez a kamion ma délelőtt a reptárba. Még a leemeléséhez is hatalmas gépre volt szükség. A Szolnoki Repülőmúzeum mintegy 50 darabból álló gyűjteménye most egy második világháborús legendával gyarapodott. A Spitfire brit repülőgép több mint 400 kilométer távolságból a krakkói Lengyel Repülési Múzeumból érkezett Szolnokra. Hál' Istennek a jó nemzetközi kapcsolatnak, meg a két ország történelmének. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy és nagyon nagy szerepet játszott benne, illetve a kollégám Tomás Jászkowskinak, hogy ezt a gépet sikerült elhozni. Nagyon féltünk attól, hogy ebben az évben mit fogunk tudni teljesíteni, mit nem, mert elég horrorisztikusan indult ugye a vírus miatt, és nagyon sok mindent el is engedtünk, de ezt az egyet nem. Tehát ezt mindenképpen meg akartuk valósítani, ez az a vagy most, vagy soha. Úgyhogy inkább a most. Úgyhogy így sikerült elhozni ezt a gépet, és köszönet a lengyel félnek, a lengyel minisztériumnak, a honvédelmi minisztériumnak és a lengyel nagykövetségnek. Csak hogy ott annak a roncsra figyelni, mind a kettő, azok majd. A szárnyak külön érkeztek a reptárba, de még így is óvatosan kellett lavírozni a hangárban. Az elmúlt évben érkezett a krakkói Lengyel Repülőmúzeumból a Messerschmitt, és a Messernek egy nagyon nagy ellenfele volt a II. Világháborúban a Spitfire, és mivel ennek a múzeumnak van egy Spitfire-re is, így elkezdtük a tárgyalásokat még tavalyi évben, hogy el tudjuk hozni és a két II. Világháborús legendát egyszerre bemutatni Szolnokon. Ez még Magyarországon ilyen még nem volt. Bár még szárnya szegetten áll ellenfele mellett a Spitfire, csütörtöktől már teljes pompájában szállhat harcba a látogatók kegyeiért.
A járványhelyzet miatt kevesebb fellépővel ugyan, de sikerült megtartani az elhunyt szolnoki zenészek tiszteletére rendezett emlékkoncertet a hétvégén. A 10 éve egyszeri alkalomnak indult esemény szervezésébe idén a víruson kívül az időjárás is beleszólt. Újra tervezéssel kezdődött a 11. Akiért a zene szól emlékkoncert, mivel az időjárás az Agóra előtti térről az Abanovák Művelődési Ház aulájába űzte a fellépőket. Az Agóra nyári zenés színpad rendezvénysorozat 3. eseményeként megtartott koncert kezdetén a vetítővásznon idézték meg azokat a szolnoki származású zenészeket, akik már az Égi Zenekarban játszanak. A műsort már hagyományosan a kecskeméti Molnár Gitár Band nyitotta. A gitárzenét a 60-as, 70-es évek kemény rockja követte a zömében szolnoki tagokból álló EKG zenekar előadásában. Szemedbe nézek és megöl a vágy, hogy velem töltsd ezt az éjszakát, megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. A keményebb vonal után líraibb hangvétel következett, Misa Doki és barátai József Attila és Petőfi Sándor megzenésített verseit adták elő. Az este második felében a saját angol nyelvű számait játszó Airship és a mostanában LGT dalokat feldolgozó Muzikum együttes is színpadra lépett. Az utóbbit nemrég hallhatta a szolnoki közönség a Tiszamozinál, a siker azonban ezúttal sem maradt el. Most lapozzunk bele a csütörtökön megjelenő Új Néplapba. Dinamikus színekkel, formákkal, egyedi látásmódja segítségével jeleníti meg a mítoszok álomszerű világát Kecső Endre festőművész. A martfői származású tehetség, akinek fiatal kora ellenére már több kiállítása volt itthon és külföldön is, a frissen felújított művésztelep egyik új lakója. A lap munkatársa költözés közben kérdezte az alkotót. Nagy megtiszteltetés, az Én is vagyok mozgássérült generációk egyesülete számára, hogy a szervezet volt a kedvezményezettje az idei jótékonysági megyebálnak. A felajánlásoknak köszönhetően összesen 1.490.000 forint támogatást gyűlt össze. Az adományt e hónapban kapta meg az Egyesület. Vajon mire fordítják ezt az összeget? Kiderül a megyei napilap csütörtöki számából, mely jászsági, valamint sorstársak oldalal is jelentkezik. Az aktuális végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Ügyintézés helyben Jász-Nagykun Szolnok megyében is házhoz, egész pontosan a településekig megy a kormányablakbusz. Lengyelországból érkezett a Spitfire, hamarosan a nagy ellenféllel néz majd farkas szemet a reptárban. Magyarok kenyere, volt aki gépkocsival, de olyan is, aki lovaskocsival hozta az adománynak szánt búzát. Kedves nézőink, ennyi fért a mai aktuálisba, híreinket megtekinthetik honlapunkon, a www.szolnoktv.hu címen, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Szerkesztőségünkkel felvehetik a kapcsolatot a szolnoktv@szolnoktv.hu címen, vagy az 56-os körzet 426-244-es telefonszámon. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb csütörtökön a szokott időben 19 órakor várjuk majd Önöket. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!